Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Frontember mai adása, a mikrofonnál Király Tamás, a Zoom túlsó végén pedig Georg Spöttle Oroszországból. Szia Georg, köszöntünk a műsorban. Jó, hello, sziasztok, még pedig Groznijba vagyok mindig, Csecsenföld fővárosába. Most már nem hosszú ideig, mert délben megy vissza a repülő Moszkvába, és onnan már holnap reggel megkezdem a hazarepülést Dubajon keresztül. Ismét egy jó 19 órás út vár rám, úgyhogy már bocs, nagyon örülök, hogy kockásra ülöm a popsimat majd megint a repülőn, de hát sajnos ugye az egyetlen, hát azt mondom, olcsóbb megoldás volt ugye, hogy eljussak oda. Na, de remek itt a helyzet, remek a hangulat. Képzeld el, hogy tegnap sikerült bejutnom a Szpecnaz Akadémiára, ami itt van Groznijtól néhány kilométerre a város szélén. Ez Európa legnagyobb katonai kiképző terepe. Rendelkezik egy saját repülőtérrel is, ahol ejtőernyősöket oktatnak, sőt egy saját szélcsatornával is, ahol a stabil zuhanást oktatják. Ugye nem egyszerű stabilan zuhanni, tehát hogyha kilépsz egy gépből, úgy sokat látni katonai ejtőernyősöket, van egy ilyen úgynevezett bekötött ugrás, ilyen static line, tehát kiugrasz, és a saját súlyodnál fogva ugye ez a bekötő zsinór kihúzza az ejtőernyőt, kinyílik, de mondjuk nagy magasságból ugrasz, és alacsonyan nyitsz, tehát hogy bejuss például ellenséges vonalak mögé, akkor stabilan kell zuhannod egy úgynevezett dobozhelyzetbe, és ha belegondolok, hogy 190 km/h sebességgel zuhansz, akkor stabilan megtartani a testpozíciót nagyon nem egyszerű. Minél magasabb vagy, ugye annál hosszabbak a végtagjaid, annál nehezebb. Tehát alacsonyabb tömzsibb srácok, zseniális ejtőernyősök, nekem is mindig gondjaim voltak a repülőben, ha kiugrottam a repülőbe, mert néha mint egy ilyen paprika jancsi pörögtem, de itt nagyon komoly szélcsatornában oktatják, tehát alulról jön fel ugye a levegő nagy sebességgel, és hogy kell azon biztosan feküdni. Hát lőkiképzés az valami brutális, tehát megnéztem, hogy egy napot a katonák több mint 1000 lőszert ellőnek, fejenként teszem hozzá. És tegnap túl sok fotót nem tudtam készíteni, mert pont Kadirovnak a testőrsége is ott volt egy tréningen, tehát ők is rendszeresen járnak oda gyakorlatozni, hogy biztonságosan kezeljék a fegyvereket, de hát valamilyen zseniálisan bánnak tényleg a pisztolytól kezdve a gépkarabéig, tehát tényleg olyan pontosan eltalálják a megadott célokat, ráadásul mozgó célokat is, tehát tényleg azt mondom, respect, le a kalappal előttük. Rengeteget gyakorolnak, az tény, és megkérdeztem ott az iskola parancsnokát, hogy eddig hány katonát képeztek már ki ezen a bázison, és 19 000-et, tehát nagyon sokan ott vannak az élvonalban, például most Kurszknál ugye tisztítják meg a terepet, szedik fel az aknákat, rengeteg taposó aknát leraktak az ukránok, és nagy részük műanyagból készült ez a baj, tehát detektorokkal már meg se lehet őket találni, tehát vagy ott csinálják, ilyen robbanó csíkokat helyeznek le, ahol tudják, hogy aknák vannak, és úgy felrobbantják azokat, és akkor az aknák velük robbannak, vagy pedig ilyen speciális készülékekkel, ami úgy néz ki körülbelül, mint egy borona, rá van szerelve egy páncélozott járműre, és azzal pörgetik át a földet, és robbantják fel a taposó aknákat, meg hát igyekeznek még, hogyha esetleg vannak katonák, akik ott beásták magukat, azokat ugye lokalizálni. Rengeteg hadifoglyot is ejtettek, tehát tényleg az első vonalban harcol az Ahmat Szpecnaz, és azt mondták, hogy szerencsére nagyon sok a hadifogoly, mert őket ki tudják cserélni oroszokra, tehát egy közeli bázisra szállították őket, és hát bíznak benne, hogy sikerül az ukrán féllel megállapodni, ugye, hogy kicserélik akkor a hadifoglyokat 2 héten belül, tehát ez mindig attól függ, hogy sikerül megállapodásra jutni, hogy mikor és mennyi, milyen volumenű a fogolycsere. Jó sztorit is hallottam, Kadirov elnök egyszer kint a Donbaszba felugrott egy buszra, amiben ukrán hadifoglyok ültek, odaült a volánhoz, és nagy mosollyal mondta nekik, srácok, örüljetek, indulunk Csecsenföldre. Hát szegény ukránokat kitörte a frász, utána Kadirov alig bírta őket megvigasztalni, hogy csak viccelt, és hogy egy közeli hadifogolytáborba mennek a határ túloldalára, és hogy kis szerencsével napokon belül hazatérhetnek a családjukhoz. Tehát vannak ilyen jó sztorikról, hogy egy nagyon közvetlen ember és szeret viccelődni. Sajnos nem sikerült vele találkoznom, nagyon nagy előkészületet igényel, több hónaposat, de rajta maradtam a sztorin, tehát azért Csecsenföldre vissza akarok még jönni. Elképesztő, hogy az emberek milyen vendégszeretőek, tehát ilyet én még nem is tapasztaltam, meg kell, hogy mondjam. Tehát olyan csupaszív emberek, főleg ha mondod, hogy Magyarországról jössz, rögtön mondják, hát persze, hát mi testvérnép vagyunk, és már mondják, hogy mi is az Urál azon részéről vándoroltunk le, ahol ők is, hogy nomád nemzet vagyunk, és hát elkezdenek keresni rögtön közös szavakat, hát találtunk is például a bárány, ugyanúgy hívják, a mecset ugyanúgy mondják, és nagyon a passzúj például, tehát rengeteg közös szó is van, és mondom, keresik a közös vonalat, és tudják azt is, hogy Magyarországon ugye 150 évig ott voltak a törökök, csodálkoznak azon, hogy Magyarországon úgyhogy nem tértek át az iszlámra, és akkor elmagyaráztam ugye, hogy nem volt kötelező, tehát jött a defterdár, beszedte az adót, de igazából nem kényszerítették rá az emberekre az iszlámot. Itt a 17.-18. Században indult el az iszlamizáció török hatásra a csecseneknél. Egy nagyon érdekes nép, és ami még úgy megütött a fülemet, hogy például itt is van egy olyan név, egy községnév, amit úgy hívnak, hogy Csécs, akár csak Magyarországon. Van egy folyó, amit úgy hívnak, hogy Jász. És akkor mondtam, hogy nálunk is ugye Jászberény, meg a jászok, akik az irániakhoz kötik magukat, és akkor mondták, hogy érdekes, hogy akik ott élnek a Jász folyó mentén, ők is mondják, hogy van egy ilyen iráni szál az iráni jászokhoz. Úgyhogy nagyon érdekes itt a Kaukázusban, rengeteg névcsoport él, például csak lent Dagesztánban 14 különböző névcsoport él egy nagyon kis helyen. Tehát mondom, nagyon érdekes így linguisztikailag is, hogy csatlakoztak itt a nyelvek egymáshoz, milyen jövevényszavak vannak, és mondom, valahol tényleg mindonnan az Urál térségéből jövünk, és hát ez azért érezhető a kultúrában is, a művészetben is. Nagyon klassz, például megtanultam, hogy nevezik a kukoricát, ugye oroszul kukorúza. Ők viszont úgy hívják, hogy hácsk, egy ilyen erős kával a végén. A hács ugye a muszlimok szent zarándoklata, pedig náluk egy külön szót is jelent, azt jelenti, hogy valami visszatér hozzád. És mivel a kukorica ugye egy nagyon fontos táplálék, és mindig azért imádkoztak, hogy jó legyen a termés, ezt ők úgy nevezik valahogy, ez a hácsk, mint hogyha te a hitedért valamit visszakapsz, azt, hogy jó a termés. Tehát mondom, nagyon érdekes az emberekről, így a vallásról és a kultúráról beszélgetni. Tényleg rengeteg jó dolgot, így jó gondolatot cseréltünk ki. Úgyhogy nagyon klassz volt itt Csecsenföldön, és hát én tervezem, hogy visszajövök mindenképpen, mert a hely az valami gyönyörű, tehát fölmentünk ilyen 3000 méter magas hegyekbe, a Kaukázusba, hát fenomenális, amikor alattad vannak a felhők, tehát valami gyönyörű és olyan vízesések, olyan gyors folyású patakok, tehát csodálatos a táj is. Két dologról beszélünk szerintem ebben az adásban. Egyrészt magukról, a csecsenekről és az oroszoknak a kapcsolatáról, ami azért így történelmileg, akárcsak ha az elmúlt 20 évet nézzük, sem volt egyszerű, és nagyon sok érdekes dolgon ment át. Másrészt beszéljük majd a csecseneknek a szerepéről ebben a mostani háborúban. Te választhatsz, hogy melyikkel kezdjük. Kezdjük egy kicsit ugye a történelemmel, tehát nagyon érdekes már a cári időkből például, amikor a cári katonák megjelentek, és hát kvázi ugye elfoglalták, annektálták Csecsenföldet, akkor volt némi ellenállás, de valahogy a csecsenek úgy nagyon hamar úgy beilleszkedtek, megtarthatták a vallásukat. Érdekes módon Imám Semilt, a vezetőjüket, aki Dagesztánból származott, a cár először kvázi őrizetbe vette, majd elvitte ugye Szentpétervárra, ott a cári palotába kapott egy lakosztály, tehát ilyen deluxe hadifogoly volt, és utána elkezdtek beszélgetni, elkezdtek sakkozni. És nagyon közeli jó barátok lettek, még azt is megengedte annak ellenére, hogy hadifogoly volt, hogy elmenjen a hajjra, a zarándoklatra, Mekkába, mert a szavát adta, hogy vissza fog jönni. Tehát mondom, egy nagyon érdekes kapcsolat alakult ki. Utána jöttek a szovjet idők, hát elég megosztóan nyilatkoztak róla, mondták, hogy persze jött fejlődés, gyárak, munkahelyteremtés, meg egyéb, tehát akkor a 300 000-es Groznij egy olyan közel félmilliósra növekedett, mert ugye a munka az embereket beszippantotta a környező kisebb településekről, viszont ugye volt egyfajta elnyomás a kommunizmus által, nem gyakorolhatták az iszlámot, nem járhattak a mecsetbe, nem lehettek iszlám kulturális központok. Úgy nevezik ezt most, hogy volt egy ilyen underground iszlám, tehát a szülők otthon tanították a gyerekeket, voltak titokba korániskolák, ahol eljárhattak, ahol vallási oktatást kaptak. A csecsen nyelv az nem volt betiltva, tehát szabadon használhatták, de vallási elnyomást azt tapasztaltak. Utána, amikor széthullott a Szovjetunió, akkor ugye elkezdődött a csecsen önállóságra való törekvés, tehát szeparatisták fegyvert is ragadtak, és elkezdtek az orosz katonák ellen harcolni. Azt mondták, hogy ők kiűzik innen az oroszokat, ugye az orosz támaszpontokat fel fogják számolni, és hogy létrehoznak egy önálló csecsen iszlám köztársaságot. Hát ugye ez nem sikerült, tehát az oroszok nagyon nagy vehemenciával visszavágtak, ugye 2 csecsen háború is volt, és utána Ahmat Kadirov, jelenlegi elnöknek, Ramzan Kadirovnak az édesapja, ő, sokan úgy mondják, hogy ő föláldozta önmagát. Tehát mert őt utána sokan árulónak tekintették, aki elárulta a csecsen szabadságot, elárulta az iszlám ügyet, és hogy lepacsizotta az oroszokkal, lepacsizott Putyin elnökkel. Viszont vannak, akik úgy vélik, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, különben ez a háború elhúzódhatott volna még 10 évig is. Mutattak nekem fotókat, hogy hogy nézett ki Groznij, hát a legmagasabb épület akkor nekem körülbelül derékig ért. Tehát itt elpusztult minden. Tehát nagyon heves harcok voltak a városban, nagyon sok orosz is meghalt, nagyon sok csecsen is meghalt, és úgy döntöttek akkor Kadirovék, hogy oké, békét kötünk. Putyin elnök akkor megtette ugye Kadirovot igazából teljhatalmú elnöknek, de neki hát úgymond ki kellett szolgálni Oroszországot. Ugyanezt teszi Ramzan Kadirov a fia is, és nagyon érdekes, hogy beszélgettem például tegnap egy fiatal csecsen újságíró kollégával, ő azt mondta, hogy megszűnt minden ilyen nemzeti ellentét. Tehát ez abszolút nincs. Tehát tudják, hogy volt ez a háború, de például a fiatal generációnak ez nem téma. Mondja, hogy neki is az egyetemen voltak ugye orosz kollégái, voltak csecsenek, voltak dagesztániak, voltak ingusok, de ez abszolút már nem kérdés, tehát ők úgy érzik, hogy ugye orosz állampolgárok, de a csecsen nemzetiséghez tartoznak, és ezzel nekik abszolút semmi bajuk nincs, és mondja, hogy ez így is van jó, mert ha feszültség lenne, akkor ugye az ország látna a kárát, akkor sokkal kevesebb innováció érkezne, sokkal kevesebb pénz érkezne Moszkvából, viszont Kadirov elnök nagyon jól vezeti az országot, tehát ahogy megnéztem, én is Csecsenföld épült, tehát olyan daruerdők vannak, folyamatosan építik itt is az új lakóparkokat, és megkérdeztem, hogy ez ugye a népszaporulat miatt van, és mondja, nem, hanem nagyon sokan például Oroszországból is ide költöznek, ráadásul fiatalok gyerekekkel, és megkérdeztem, hogy ennek mi az oka, és nagyon érdekes választ kaptam, az, hogy itt normálisan fognak felnőni. Itt nincs drog, itt nincs alkohol, nincsenek utcai bandák, úgyhogy azért választák Csecsenföldet, azért választák Groznijt, mert itt normalitás van, tehát például itt teljes alkoholtilalom van. Tehát nem csinálják. Az mit jelent, hogy napközben sem, meg soha? Egyáltalán nincs, az üzletekben nem is lehet kapni alkoholt, nincsenek bárok, kávézók vannak, ahol kávé, tea, kóla, egyéb ilyen üdítőket kapsz, de nincs alkohol. Tehát egyáltalán nincs. Nem is szabad behozni az országba. És azt akarják, hogy a gyerekek itt normálisan nőjenek föl. Tehát itt biztos, hogy senki nem fog neked egy spanglit adni, nem fog rávenni, hogy igyál meg 12 felest, utána csináljunk hülyeségeket, és ez az egyik oka. Értelemszerűen itt a Szpecnaz Akadémia, ahol tegnap is voltam, nagyon sok fiatal orosz családot is ide vonzott, tehát a katonák hozzák magukkal a családjukat, tehát Groznij folyamatosan növekszik, és most néztem éppen már a látványterveit egy új, nagy ilyen, nem mondom lakótelep, hatalmas, de inkább lakóparknak nevezni, mert nagyon szép lesz, bevásárlóközpont épül oda, mecset épül oda, templom épül oda, tehát nagyon tiszteletbe tartják mindenkinek a vallását. Tehát ha építenek egy mecsetet, akkor nem veszhető leépítenek egy ortodox pravoszláv templomot is, hogy az ide költöző oroszok is tudják gyakorolni a hitüket. Tehát mondom, nagyon nagy az egyetértés, és látszik, hogy fejlődik a város, mondom. Tehát én nagyon pozitív tapasztalatokkal fogok hazatérni, sokkal pozitívabbakkal, mint amikor idejöttem, mert ugye itt lehetett hallani Groznijról, hogy fú, csecsenek, mindenki állik felfegyverkezve, szakálukban, egyebek, jó. Valószínűleg én voltam az egyetlen férfi a városban, akinek nincs szakála, de már 4 napja nem borotválkozom, hogy egy kicsit beilleszkedjek. De mindenki úgy néz ki, mint Kadirov a férfiak közül? Kadirov, igen, tehát a fiatal srácok is szakát növesztenek, és ami nagyon klassz, itt mindenki sportol. Én esküszöm, én vagyok az egyetlen szakáltalan és a legkövélebb férfi a városban, tehát valami hihetetlen, hogy mennyire szeretik itt a sportot. Nagyon szeretik például a küzdősportokat, rendszeresen látom, hogy gyerekek mennek judóra például, járnak boxolni, tele vannak a gymek, nagyon sok sportlehetőség van, vannak itt is parkok ilyen szabadtéri edzőtermekkel, mindenki sportol, és mindenki ki van gyúrva, és jó alakjuk van. Nem látni kövér ember. Tehát ez volt az első, ami feltűnt, hogy így végignézel a városképen. A lányok gyönyörűek, tehát valami hihetetlen. És nagyon kedvesek az emberek, tehát bárhova mész a nyelvi nehézségek ellenére nagyon-nagyon segítőkészek, mosolyognak, főleg a külföldi vagy, akkor úgy viszonyulnak hozzá, hogy jó hírét is vitt Csecsenföldnek, hát ezt meg is fogom mindenképpen tenni, mert mondom, a vendégszeretet itt az valami legendás, és tegnap beszéltem egy nagyon jó fejbácsival, ő linguista, nagyon sok nyelvet beszél, egy iskolának az igazgatója itt Groznijba, tudtunk kicsit beszélgetni, teázni, mert ugye most itt is szeptember elejéig ugyanúgy nálunk nyári szünet van, tehát körülbelül hasonló időben van a vakáció, vagy a kanikula, ahogy itt hívják, és ő is nagyon sok jó dolgot mondott, például, hogy az oktatás nagyon magas szinten van, tényleg nagyon jó az egyetem, van egy általános egyetemistát, ahol linguisztikát tanítanak, történelmet tanítanak, de van ugyanúgy egy technikai egyetem, körülbelül, mint a Magyar Műegyetem, ennek láttam is az épületét, valami gigantikus, tehát nagyon komoly egyetemi élet is van, de ugyanakkor tanulhatsz ilyen klasszikus dolgokat, például az ő iskolájukban oktatnak klasszikus arab kaligráfiát. Ugye régen a csecsenek az arab betűket használták, utána áttértek szovjet időkbe a ciril betűkre, de most meg kezdenek érdekes módon a latin betűkre áttérni, tehát egyre több latin betűs feliratot látsz. Az arabot igazából már csak az idősek ismerik, és ezért fontosnak tartja, hogy az arab fiatalok is azért megismerjék egy kicsit ugye azt a betűvetést, amit az őseik, amit mondjuk még nagyszülék, dédnagyszülék használtak, és ezért tényleg úgy megmutatott egy pár nagyon szép rajzot, amit a diákok készítettek, és gyönyörű arab kaligráfiát készítenek tussal, úgyhogy jól látni, hogy így ápolják a saját kultúrájukat. Még mielőtt a háborús szerepre rátérnénk, hogy nyilván amikor látogatás van, akkor a szép dolgokat mutatják, de hogy azért Csecsenföldről az a képe van egy európai embernek, hogy az egy diktatúra, ahol az állam kőkeményen szabályozza a mindennapi életet, meg a viselkedést, meg a nem tudom. Nyilván az, hogy nem lehet alkoholt kapni, az valamit jelez, de hogy te mennyire élted meg azt, hogy ez egy kőkemény, ha nem is diktatúra, de még egy tekintélyelvű ország. Mindenütt kint vannak Kadirov elnöknek és édesapjának a fotói, óriás plakátjai, épületek homlokzatára rá vannak festve, mindenütt kint van a csecsen zászló, de milyen mondom, az élet itt teljesen normális. A gyerekek fociznak a parkban, fiatal párok kézenfogva fagyiznak, úgyhogy egy teljesen normális életet lát, szép autópark van, tehát tök normális autókkal járnak az emberek. Tehát mondom, de teljesen más, tehát ne hasonlítsuk mondjuk a teljesen liberális elvetemű Brüsszelhez, mondjuk se Csecsenföldet, se mondjuk egy közel-keleti országot. Itt az emberek konzervatívan gondolkodnak. Tehát egyébként hasonlít egy közel-keleti országra? Igen. Nagyon érdekes ötvözete, én azt mondom, minthogyha egy dél-francia városnak és a közel-keletnek lenne egy egészséges ötvözete. Mediterrán hangulat van, rengeteg ilyen utcai kávézó van, gyönyörű, olyan zöld a város, hogy én elképettem. Tehát én itt abszolút a belváros szívébe lakom, annyi fa, annyi park van, tehát egy hihetetlenül zöld város, tehát jó szétnézni, tényleg jól esik az ember lelkének, és mondom, tehát így egy olyan élet van, mint hogyha jó kicsit közel-kelet, mert sok lány jár például hijabban. De viszont sok meg nem. Tehát vannak, akik itt hordják a hajukat, vannak, akik hordanak hijabot, vannak, akik csak egy kis kendőcskét így fejpántként megkötnek, de úgy jelzik ezzel, hogy ők is muszlimák, nem kötelező, tehát nem kell viselni, nem úgy, mint mondjuk Iránban. Most tudom, hogy fogalmazzak, tehát egy olyan érdekes keveréke valahogy kicsit az európai, meg a közel-keleti kultúrának. De mondom, az emberek nagyon nyitottak, tehát főleg, hogyha látod, hogy valaki vallásos tényleg, mert olyan ruhát is visel, és kedvesen köszönsz neki, hogy assalamu alaikum, akkor látják a tiszteletet. Látják, hogy tiszteled a vallásukat, akkor is, hogyha nem vagy muszlim, és ezt nagyon jó néven veszik, és tényleg egész másképp viselkednek. És mondom, az emberek itt is úgy gondolják egy kicsit, mondjuk, amikor beszéltem szírekkel tavaly, hogy nekünk ne Európában mondják meg, hogy kell gondolkodni, és hogy milyen demokráciát szeretnénk, majd mi eldöntjük. És itt imádják Kadirov elnököt. Nagyon szerették az édesapját is. Tehát tényleg úgy az emberek szívesen az autójukba akasztanak egy kis zászlót, vagy a fotóját, vagy Ramzan Kadirovnak, vagy pedig az édesapjának. És úgy, ez az elnöki tisztelet, ez úgy látom, hogy szívből jön. Tehát nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert szeretik Ahmat Kadirovot, nagy embernek tekintik, és mondom, itt is úgy vélekednek, hogy majd mi eldöntjük, hogy milyen életformát szeretnék, és ezt nem mondjuk Washingtonba, Berlinbe vagy Brüsszelbe mondják meg, hanem ezt majd mi kitottózzuk, és hagyjatok minket úgy élni, ahogy akarunk. Tehát tudom, hogy a brüsszelitáknak, meg a liberálisoknak ugye minden diktatúra, ahol nem lehet spanglizni egy romkocsmába, berúgni, mint az állat, azt szívni a rendszert, tehát ott már diktatúra van. Nem, itt az emberek itt szeretnek élni, és olyan tisztaság van, ezt még el akartam mondani, Tomi, mint Szingapurban. Ez valami döbbenet. Tehát itt nincs egy eldobott csik, eleve az emberek nagyon kevesen dohányoznak. Alig látni dohányosokat, tehát az éttermek előtt vannak kitéve egy hamutálak, meg a kertességeknél, alig egy-két idősebb ember van, aki dohányzik, a fiatalok egyáltalán nem. Nincs egy eldobott szemét, rengeteg kuka van, mindenki beledobja a szemetét, és folyamatosan takarítják és locsolják az utcákat. Tehát mondom, ilyen döbbenetes tisztaságot tényleg Szingapurban láttam, talán sehol másutt a világon. Ja, talán még Bakuban, tehát még Bakut is megemlíteni, mint a világ egyik legtisztább városa. Tisztaságban az aluljáróban. Nincsenek csövesek, nem kéregetnek a piros lámpánál. Tehát mondom, elképesztő, egy teljesen élhető város, most azt mondanák, hogy Spöttle, itt kell maradnod, hát mondanám, oké, tehát nem történne olyan nagy baj, mert mondom, kellemes a klímája is nagyon, tehát nagyon enyhe telek vannak, mondom, itt a nyár az nagyon meleg, tehát ugyanolyan meleg van most, mint nálunk Magyarországon is, és mondom, növesztenék egy szakállat, aztán nagyon hamar beilleszkednék, bár a csecsen nyelven szerintem lennének gondjaim, valahogy nem tudom ezt a nyelvet kibogózni, mondom, nagyon érdekes, nekem egy kicsit olyan furán hangzik, mint hogyha a törököt meg a mongolt kevernék, azért a mongolt, mert abban vannak ilyen nagyon kemény szóvégződések, nagyon érdekes hallani, érdekes településnevek vannak, tehát mondom, izgalmas hely nagyon, tehát igazából Csecsenföld megadott nekem mindent, amire vágytam, tehát találkoztam csecsen harcosokkal, láttam a gyönyörű tájakat, beszélgethettem emberekkel a kultúráról, fiatalokkal, idősekkel. Mondom, szuper jó volt ez az út. Lehet azt mondani, hogy életed egyik, ugye sokat utazol, de hogy benne van mondjuk a top 5-ben? Abszolút benne van a top 5-ben. Tudom, én mindig azt mondom, hogy hát életem legjobb napjai voltak, amikor Irakban vagyok, vagy Szíriában vagyok, vagy Pakisztánban vagyok, de ez tényleg benne van a topban, mert azt még el akartam mondani, hogy a bácsi, akivel tegnap beszéltem, a nyelvész elmondta, hogy a vendégszeretet itt nagyon nagy betűkkel van írva. Például minden házban van egy külön vendégszoba. Tehát ha te vendégként érkezel, valóban nem is nagyon akarnak téged elengedni utána, hanem maradj ott éjszakára, hogy tiszteld meg ezzel a házat, és mindig van egy vendégszoba. Mint kb. A tiszta szoba volt a magyar parasztházakban, csak ez a vendégeknek van fenntartva. És aki rosszul bánik a vendéggel, azt utána kiközösítheti a falu például, tehát az az ember elveszti az arcát. Tehát aki bánt egy vendéget, tegyük fel, megveri, vagy kidobja, vagy valami, akkor arra úgy tekintenek, hogy ez milyen ember, hogy bánt a vendégével. Tehát ez körülbelül ilyet még mondjuk az afgánoknál tapasztaltam, a pastuvali, hogy még ha egy ellenséges törzsből is jössz, de a pástuvalira hivatkozol, akkor téged vendégként kell, hogy lássanak. Tehát nem lőhetnek le ott azon nyomban, hanem fel kell kínálni neked egy alvóhelyet, kell neked hozni ételt, vizet, és úgy kell bánni veled, mint egy vendéggel, és utána összelolja a zsírba, és eldöntik, hogy téged továbbra is majd vendégként kezelnek, vagy holnap reggel esetleg kivégeznek, de hát az már egy más téma, de az éjszakát azt mindenképpen túl fogod élni, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ilyen helyeken járni, mert mondom, más kultúrákat megtapasztalsz, és úgy össze tudod vetni a sajátoddal, meg úgy a saját világképed is kiteljesedik, de beszéljünk a csecsen harcosokról is, mert Tempusz fog itt, aztán nekem majd a reptére is ki kell mennem nem sokára. Na, beszéljünk a csecsen harcosokról, mert hogy ugye ott nagyjából azt szokták mondani, hogy van az orosz hadsereg, meg egyébként van a Wagner meg a csecsen harcosok, akiket fel lehet áldozni. Nem, ez a feláldozásról szól, tehát itt a csecsenek önként jelentkeztek rögtön. Ugyanúgy, ahogy mentek Mariupolba, és kifüstölték ugye az Azov acélgyárból a neonáci Azov hadtestet, itt is rögtön ők voltak az elsők, akik mondták, hogy oké, indulunk Kurszkba, és felszámoljuk az ukránokat. Ezt meg is tették, tehát ilyen gyors reagálású hadtest az Ahmat Szpecnaz, tehát ez az orosz Specnaznak, a speciális alakulatoknak ugye a része, az, amelyik csecsen harcosokból áll, híresen jó harcosok, tehát ugye történelmileg így a kaukázusi népek, és ők voltak az elsők a Wagner mellett, akik rögtön elindultak, tehát a Wagner parancsot kapott, a csecsenek pedig mondták, hogy mi akarunk megint elsők lenni, ugyanúgy, hogy Mariupolban is, vagy Bachmutnál, és mondom, sikereket értek el. Tehát nekik ennyire orosz identitásuk van, vagy ennyire nem szeretik az ukránokat, vagy mi volt az ő mozgatórugójuk? A hazaszeretet. Amúgy nincs bajuk az ukránokkal. Ugyanazt tapasztaltam, amit tavaly kint a fronton a Donbaszban, hogy nincs ukrán gyűlölet. Érdekes módon mindenki testvérnépnek tekinti őket, és mondják, hogy nagyon szomorú, hogy ez a háború dúl, és bíznak abba ugyanígy itt is, hogy ha megnyeri Donald Trump a választást, akkor ennek vége lesz. Ők is mondják, hát ha Kamala Harris győz, akkor továbbra is küldik a fegyvereket, és ez a háború még nagyon sokáig elhúzódhat. De abszolút nincsen gyűlölet, azt mondják, ők szeretik a hazájukat, és az ellenség orosz földre lépett, nekünk oda kell menni, és ki kell verni őket. Tehát igazából ez a feladat, nem azért mentek, hogy gyilkoljanak, vagy valami, hanem azért, hogy védjék a hazájukat, és mondom, ez abszolút nagyon becsülendő, és itt sem egy emberrel nem találkoztam, aki gyűlölettel beszélt volna az ukránokról. Ellenségnek tekintik most őket nyilvánvaló, de ők is sajnálják, hogy van ez a háború, tehát ugye ki szeret a háborúba menni, másokat megölni, vagy esetleg meghalni, megnyomorodni, tehát egy normális ember sem. És az a cél, ugye, hogy a honvédelmet erősítsék. A Wagner ott egész más, ugye az egy ilyen private military contractor, tehát ők szerződéses katonák, ilyen félkatonai szervezetnek tekinthetők, tehát üzleti módon működik, és ők viszont parancsot kaptak, hogy azért kapjátok most a zsoldot, hogy menjetek Kurszkba is harcoljatok, és Kaliningrádból is átirányítottak deszantosokat, hogy segítsék szintén a Wagnernek, meg a Csecsen Specnaznak a munkáját a kurszki területen, de hogy megnéztem például ma reggel a híradót is, tehát jó az irány, sikerült ugye felszámolni az ott lévő ellenség nagy részét, vannak még olyan ukrán speciális erők, akik ott beásták magukat, nyilvánvalóan egy hídfőállást akartak itt létesíteni, és nekem az volt a teóriám, hogy ezt a területet meg akarták tartani, és a későbbiekben akarták cserélni valamire, például az Zaporizzsjai Atomerőmű, vagy más területért. Tehát ezt így zálognak meg akarták tartani, tehát nagyon úgy néz ki, hogy nem sikerült, tehát tényleg az ott lévő páncélos járműveket rögtön megsemmisítették, mert nem volt légitámadás, légitámogatottságuk, az meg nagyon fontos, ugye egy lassú páncélosnál, hogy a levegőből védjék őket, hát ez nem volt meg. A ott lévő Patriot rakétarendszereket, amiket meg most oda telepítettek a határ közelébe, azokat pedig megsemmisítették, épp ezt is mutatta a híradó Iskander rakéták segítségével, tehát hatalmas veszteséget okoztak mind ember állományban, mind pedig az eszközök terén az ukránoknak. Mire számítasz te a következő időszakban a csecsenek részéről? Tehát mennyire vesznek részt például most éppen a kurszki műveletben, illetve mi jelenleg a feladatuk? Hát ugye Kurszkban az ellenség teljes felszámolása, tehát azt akarják... De részt vesznek? Persze, hogy részt vesznek. Mondom, ők voltak az elsők, akik jelentkeztek és elindultak. Ja, hogy most Kurszknál is. Persze, ők villámgyorsan repülőre szálltak, és már ott vannak, tehát az elsőként vették fel a harcot, és meg kell erősíteni ugye a határt, amíg ott kiépítenek olyan védelmi részt, mint az orosz határ többi részén. Nyilvánvalóan itt az volt a probléma, hogy csak orosz tartalékosok és határrendészek védték ezt a határszakaszt. Nyilvánvalóan az ukrán erők például az amerikai kémműholdak segítségével szerzett információkból arra következtetésre jutottak, itt nagyon kis számú állomány van, át tudnak törni, el tudnak foglalni településeket. Ezt meg is tették, hogy ez most önálló gondolat volt, vagy pedig kaptak a NATO-tól is segítséget, ugye ez nyilvánvalóan nem nagyon fog kiderülni, de sikerrel végrehajtották ezt a haditervet, de hát számolhattak ugye azzal is, hogy nagyon komoly lesz az ellenállás, és nagyon nagy lesz a veszteségük, ezért még a Wall Street Journal, a Washington Post, meg több más amerikai lap is, akiket nem lehet azzal vádolni, hogy orosz barátok, föltették a kérdést, hogy ez mire volt jó, hogy több ezer katonát ott feláldoztak. Egy német lap pedig azt fejtegette, hogy nyilván azért is volt ez, hogy egy kicsit a társadalmi támogatottságát a háborúnak ismét növeljék, mert az már szinte zéró, meg hogy a katonák harci kedvét, mert valamilyen sikert fel kellett mutatni, mert eddig csak arról szóltak a hírek, hogy ezt a települést vették be az oroszok, majd a következőt, meghalt 300 ukrán katona, meghalt 500, kilőttek, nem tudom, 3 leopárdot, tehát csak negatív hírek jöttek, és ezzel megpróbáltak egy kicsit boostolni a harci kedvet, Hát, hogy ez mennyire sikerült, nem tudom, de ez a több ezer katona, akik itt az életüket vesztik, hát nyilvánvalóan a front más részén hiányozni fognak, meg az eszközök is, tehát végtelenségig azért nem tudnak majd az amerikaiak se ugye utánpótlás szállítani a Patriotokba, tehát ezek brutális, tehát ilyen milliárdos költségekről beszélünk. Egy darab rakéta, amit kilőnek kb. $1,5 millió. Tehát egy darab rakétáról beszélünk, és akkor az egész unitnak az árát most már nincs a fejembe, egyszer utána néztem, de hát iszonyatos összegek. Ukrajnának a háború egy napja, tehát egy nap a háborúban $6 millió kerül átlagban. És hát már ugye bejelentették, hogy Ukrajna igazából államcsőd jelenthetne be, tehát fizetésképtelen teljesen. Ugye díjminősítést kapott az amerikai hitelminősítő intézetektől, az azt jelenti, hogy egy lépés az államcsőd előtt, és hát a nyugati anyagi transzfúzió, amik kap pénzeket, azok tartják az államot még életben. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, ugye várja mindenki az amerikai választásokat, hogy véget érjen ez a háború, mert értelmetlen elhúzni, tehát Ukrajna ezt láthatóan hiába most csinálta ezt a Kurszki áttörést, legyilkoltak ott egy csomó embert, ja, azt még el akartam mesélni, hogy nyilván nem megerősített hírek, de azt mondják, hogy első körben az ukránok ilyen börtöntöltelékeket küldtek be, ilyen pszichopatákat állik felfegyverezve, megöltek például 22 embert egy szupermarketben, akkor lelőtték egy mentőautónak a két fő személyzetét, erről mutatott is a tévé egy felvétel, tehát a sofőrt meg a mentőápolót ott helybe agyonlőtték, rálőttek autókra, amikben láthatóan családok menekültek, tehát ilyen öreg ladák felcucolva, gyerekek az autóban, tehát sok a halálos áldozat, nagyon komoly anyagi károk vannak, és hát nyilvánvalóan aki mentőautóra lő, meg civileket agyonlő egy szupermarketbe, tehát ezek abszolút háborús bűnök, és mondták is az oroszok, hogy ezeket ki fogják vizsgálni, és át fogják adni mind a sajtónak, mind pedig az ENSZ-nek ezeket az információkat, hogy miket követtek el ott az ukránok az első hullámban. Gazdaságilag egyébként például az, hogy a csecsenek aktívan részt vesznek a háborúban, mennyire befolyásolja a térséget, mert közben Stier Gábor is Oroszországban volt, ő meg a sarkkörön túl, és azt mondja, hogy ott például semmit nem tapad. Azt mondják az ottani emberek, hogy gazdaságilag még fejlődés is volt, mert közben autópályákat építettek, meg ilyenek, és hogy túl messze is vannak nyilván a fronttól, tehát hogy ők gazdaságilag semmit nem tapasztalnak. Csecsenföldön lehet-e bármit, akár a szankciókból, akár a háborúból, a gazdasági következményeiből tapasztalni? Hát igen, ezen nevetünk, hogy a szankciók érezhetők, mert körülbelül 1 rubel megdrágult a milkacsokinak az ára. Az olyan 3 forint, nem? Az úgy 3 forint, igen. És tehát semmi. Olyan érdekes, hogyha bemész, most maradjunk akkor a milkánál, a Coca-Coláig, a Fantáig, mindent megtalálsz, tehát az összes nyugati termék itt van. Ha bemész egy nagy bevásárlóközpontba, például Moszkvába, az olasz, német luxusfehérneműktől kezdve az amerikai és német sportszerekig, csak ugye átnevezték a voltot, tehát most mondom, jó, itt a reklám helye, akkor tehát nem... Nem Adidas Store-nak hívják, hanem egyszerűen sportruházati szaküzletnek, vagy egy másik boltot Arénának neveztek át, azelőtt Nike Town volt. Akkor hát az Apple Store-nál nem is vették a fáradtságot, hogy lecseréljék a reklámot, maradt Apple Store is, megkaphatod a legújabb iPhone modelleket, meg laptopokat, meg mindent. Ugyanúgy Samsung se vonult ki, hatalmas Samsung üzlet van itt Groznijban, az egyik legkedveltebb telefonmárka a csecseneknél, szinte mindenki ezt használja. Tehát nem tudok semmit mondani, hogy a szankciók érezhetőek lennének, de mondom, ezt még tavaly a Dumbaszba se tapasztaltam. Ott is, ha Donyeckbe például bementél egy szupermarketbe, megkaptad az Oreo keksztől kezdve a nem tudom, svéd tonhal konzervig, ugyanazokat a termékeket, amiket Magyarországon, tehát abszolút semmi különbség. Nem érezni. Kérdeztem például itt helyi ismerőseimet, hogy mi van, hogyha például legtöbben itt japán autót használnak Csecsenföldön, mert ugyanúgy, mint a közel-keleten nagyon jól bírják a meleget meg a port. És kérdeztem, hogy van-e alkatrész hiány, vagy valami, tehát nem, picit megdrágul, de egy olyan 3-5%-os áremelkedés volt az autóalkatrészek terén, mert ugye például más országokban, például az Emirátusokból szerzik be, így, hogy a szankciókat megkerüljék, de mondják, hogy abszolút semmi, tehát ha kell légszűrő, ha kell ventilátor, kell bármi az autót, az ugyanúgy megkapod a szakszervizekben. Tehát nem érzik az emberek egyszerűen azt, hogy háború van, tehát Oroszország rendelkezik olyan tartalékokkal, hogy a nyugatnak az a vágyáma, amiről ott a ukrán zászlónak költöző Ursula mindig beszélt, hogy majd ők az oroszokat térdre kényszerítik, meg fog halni a gazdaság, Putyin hatalma meg fog törni. Tehát ezek ilyen hagymázas álmok, amiket lehet kergetni, még akár 20-30 évig is, ez nem fog megtörténni. Tehát amíg a világ legnagyobb kőolaj és gáztermelő országának az egyikével áll a nyugat szembe, hát addig nincs miről beszélni, tehát Kínának a motorja most Oroszország, és ahogy ugye Mirosnyik úr is mondta nekem az orosz külügyminisztériumban, amikor az interjút készítettem vele, hogy Németország gazdasági öngyilkosságot követett el azzal, hogy lemondott a jó minőség és olcsó orosz földgázról. Most veszik az amerikai LNG 4-szeres áron, hát de ha ez nekik jó, akkor hajrá, tehát mondta egy szuverén ország, és ha jó nekik, hogy újra a lignittel kell elektromos áramot előállítani, szennyezik a levegőt pont a zöldek, bezárták a nukleáris erőműveket, hogy még tetézzék a bajt, hát akkor csinálják, tehát ők nem szólnak bele, hogy Németország mit akar, tegyék ezt, de itt ugye azért is olyan tiszta a levegő, gondolj bele, Moszkva egy 20 milliós nagyváros, de gázzal állítják elő az energiát. Rengeteg áramuk van. Már csak elektromos buszok vannak a városokban. Tehát itt van az abszolút zöld politika, már nem találsz ilyen régi dízel, ikaruszt vagy bármit, ami ott pöfög előtted a dugóban, mert nincs, mert minden busz elektromos, és mondják, mi megtehetjük, és nincs smog, tehát tök jó levegő van a városban. Egyre többen használnak itt is elektromos autót, a kínaiak nagyon betörtek a piacra, sokkal jobb áron árulják, mint a nagy nyugati autógyártó cégek, és hát értelemszerűen akkor az oroszok ezeket szívesen veszik, és érezni a város levegőjén tényleg, hogy nagyon-nagyon jó. Mi az össztanulság neked így sok, ugye Moszkvában is voltál, Groznyban is voltál, van valami összbenyomásod? Nagyon nagy a társadalmi támogatottsága Vladimir Putyinnak, támogatják az emberek a különleges hadműveletet, ahogy ugye a háborút itt nevezik, nem érezni a szankciókat, abszolút nem, tehát kinevetik igazából Brüsszelt, és szeretnek minket, magyarokat. Tehát igazából tudják, hogy Magyarország ugye nem áll be itt az ostoba szankciók közé továbbra, és ugye vásároljuk a földgázt meg a kőolajat, mert hát a magyar iparnak szüksége van. Rá nagyon szeretik Orbán Viktort, mondják, hogy nagyon jó ez a konzervatív politika, ezt különösen a csecsenek megemlítették, ugye az, hogy egy család az édesanyából, édesapából, gyerekekből áll, nem pedig ilyen transgender őrület, ami a nyugatot kezdi már ellepni. Most ugye talán te is hallottad, hogy Finnországban találtak ugye egy női csontvázat egy karddal, és már kezdték, hogy az lehet, hogy nem is nő volt, hanem XY milyen kromoszómákkal rendelkező transznemű. Tehát a téboly az megy, itt viszont nem is mondják, hogy Orbán Viktor is nagyon-nagyon jó úton van, tehát azért is szeretik itt a csecsenek, mert konzervatív a gondolkodása, ugyanúgy, ahogy Kadirovéknak, nem álltunk bele ebbe az őrületbe, hogy kell még egy harmadik mosdó is az általános iskolákban, valaki nem tudná eldönteni, meg ilyen áltudományos hülyeségekbe, hanem a normalitás talaján maradtunk, és ami nagyon érdekes, ugye a csecsenek muszlimok, és nagyon sajnálják azt, hogy eltűnik az európai keresztény kultúra. Ez egy nagyon érdekes gondolat volt, mert azt mondták, ők szerették Európát, nekik egy élmény volt elutazni Párizsba, Londonba, megnézni, hogy élnek ott az emberek, tetszett nekik az a városkép, meg minden, és pont az egyik ismerősöm mondta, hogy utoljára Párizsban járt, és mondja, hogy olyan érzése volt, mintha egy afrikai országban lenne, nem pedig Franciaország fővárosában. Tehát ez, hogy így összekeverjük a kultúrákat, igyekszünk eltörölni mindent, ami konzervatív, ami jó volt, ami a nemzetet, a hazaszeretetet jelentette, a nemzeti identitást jelentette, az egy nagyon nagy baj, és itt is azt mondják, azzal Európa tönkre fogja tenni saját magát, és hogy ez kár, tehát mondják, minek kell beengedni ingyen élőket, minek kell beengedni bűnözőket, olyan embereket, akiket már a saját hazájukban is köröz a rendőrség valamilyen bűncselekmény miatt, hogy ez egy nagyon hibás politika, és annak ellenére, hogy ők muszlimok, ők tisztelték ezt a keresztény kultúrát, ők szerették, hogy jó érzés volt elmenni a Sacré-Cœurbe, a Notre-Dame-ba, vagy akár a Mátyás templomba, hogy Európa nekik jelent valamit, egy szép dolog, amit ők szívesen látogatnak, és az, hogy ezt most a nyugat-európaiak tönkreteszik, tehát ők ezt ilyen valós szomorúsággal konstatálták, mert ezzel így a világörökségnek egy része is ugye tönkre fog menni, és hát én is mondtam, hogy milyen volt, amikor Rómába jártam, és akkor ott berlini szökőkutyában a migránsok ott a lábukat mosták, meg mindent. Tehát semmibe veszik a mi kultúránkat, és mondom, nagyon egyetértenek ebben, hogy jó dolog volt a migrációt megállítani, tehát ők is nagy nevetéssel mondták, hogy milyen jó az a magyar határkerítés. Tehát nagyon tisztában vannak ám a csecsenek azzal, hogy mi történik Európában. Tehát kétségül ne férjen hozzá, hogy ugyanolyan jól képbe vannak, vagy vannak Európáról, mint mi, tehát folyamatosan olvassák ők is ugye a híreket, utaznak ugyanúgy, ahogy mi is utazunk, és mondom, mindenki elismerően nyilatkozik arról, hogy Magyarország milyen jól teljesített így a migráció terén is, meg az, hogy mi megőrizzük ezt a keresztény kultúrát. Érdekes módon Szent Istvánt is megemlítették, nagyon érdekes, hogy tudják, hogy milyen régi nemzet vagyunk mi, és tudják, hogy Szent István volt ugye az első keresztény király, mondják, hogy klassz, hogy ez így megmaradt. Úgyhogy mondom, én csak pozitív tapasztalatokkal fogok most felszállni a repülőre Moszkva fele. Na, hát akkor el is engedlek, hogy elérd a repülőt, és nehogy ott ragadj. Van, egy jó 4 óra múlva jönnek értem, úgyhogy lezárom még a bőröndömet, szapakolom itt a kicsi vackaimat, aztán irány a Groznij reptér, és utána a Seremegyevó. Jó utat kívánunk, és jó ülést, és reméljük, hogy személyesen is találkozunk nem sokára. Bízom benne, én vasárnap estére otthon leszek. Úgy is keresett az egyik kolléganőt, hogy majd egy személyes interjút és élménybeszámolót. Én kértem, hogy faggasnak ki a Hit Rádióban is, igen. Nagyszerű, figyelj, úgyhogy jövő héten a Hit Rádióban is, úgyhogy, és hát kedden itt folytatjuk szerintem. Így van, folytatjuk. Jó utat, vigyázz magadra, a hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Ha van kérdésük Oroszországgal meg Csecsenfölddel kapcsolatban, írják meg nekünk a www.ultrahang.tv/kérdések oldalon Georg Spöttlének címezve, és akkor kerítünk arra is alkalmat, hogy ezekre a kérdésekre Georg majd válaszolni fog. Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot! Sziasztok, szép napot!